A helyes táplálkozás egészségünk megőrzése szempontjából is fontos, vannak olyan ételek, amelyek rendszeres fogyasztásával hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél kisebb eséllyel alakuljon ki vastag bélrák. Kiemelendő a növényi eredetű rostok szerepe, hiszen azok felgyorsítják az emésztést. A szakemberek azt mondják, minél kevesebb állati eredetű telített zsírt érdemes fogyasztani, valamint a tápanyagokat ételekkel és nem különféle étrendkiegészítők szedésével érdemes a szervezetbe juttatni. A vastagbélszűrési program bevezetése pedig azért fontos, mert sok esetben túl későn veszik észre a betegséget. Rendszer szinten két népegészségügyi szűrés működött és működik, de ez nem elegendő, hiszen nem fedi le az összes főbb halálozási okot, tehát most ki akarjuk terjeszteni ezeknek a szűréseknek a rendszerét, és aktívabbá szeretnénk tenni a lakosságot. Tehát a kormány a korai halálozás erőteljes visszaszorítása érdekében egy harmadik a vastagbélrák szűrését vezeti be országosan. A statisztika azt mutatja, hogy évente körülbelül 10 000 fő betegszik meg ebben a betegségben, és 5 000 fő hal meg. Itt konkrét feladatot, célt tűztünk ki magunk elé. Az a célunk, hogy az új szűrési programnak a bevezetésével ezt a halálozást 10%-kal csökkentsük. A Nyíregyházi Kórház gasztroenterológus főorvosa Rácz Ferenc azt mondta, a szakma évek óta várja az országos szintű szűrőprogram bevezetését, hiszen a vastagbélrák a férfiaknál a második, a nőknél pedig a harmadik leggyakoribb daganatos halált okozó betegség. A szakma már 15 éve várja, hogy elinduljon az országos szűrése, és orvos szakmailag fel is vagyunk készülve, a szervezési dolgokkal van gond, sajnos az a baj a mostani szűrő program meghirdetésével, hogy nagyon keveset látunk még belőle, hogy hogyan, hogy tervezik. Az alapok megvannak, az alap arról szólna, hogy a betegeket megkeresik egy székletvérvizsgálat kapcsán, a házi orvoson keresztül, és akiknél ez pozitív lesz az eredmény, azokat vastagbéltükrözéses vizsgálaton kell, hogy áttessenek, hogy kiderüljön, hogy valóban mi okozta a vérzést a székletbe, egy daganat vagy egy banális ok, mert lehet banálisok is, egy polip, vagy például egy aranyeres probléma, vagy más egyéb dolog. Ez az egyik legnagyobb, legfelszereltebb vizsgáló a Nyíregyházi Kórházban. Többek között itt is végeznek béltükrözést, ha szükséges. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében évente mintegy 550 esetben diagnosztizálnak új vastagbéldaganatos megbetegedést, a belgyógyászati váróterem pedig szinte mindig teltházas.